Az Albertfalvi Közösségi Házban már több kiállítást is láthattunk. A közelmúltban azonban megújult a kiállítótér, és ezt ünnepelve nevet is kapott a széppé varázsolt helyszín. A Kályha Galéria a ház felső szintjén kapott helyet, amely korábban lakótérként funkcionált, és az itt álló cserépkája különleges hangulatot ad a helyiségnek. Felső részen lakások voltak, és amikor ugye a közösségi házhoz csatolták az emeletet, akkor ez a kályhát meghagytuk, hogy egy régi cserépkája maradjon meg. És ugye a galériának azért tudja nevet adni, mert egyrészt ugye fizikailag itt van egy kályha, másrészt pedig a kályha egy közösségi szimbólum is, hiszen köréje lehet gyűlni, melegedni, beszélgetni egymással. A megújult galéria névadóját Merze Gábor Budapest című fotókiállításának megnyitásával ünnepelték az albertfalvaiak. Köztük Hoffmann Tamás polgármester és Farkas Krisztina képviselő is. A neves filmes, színész, tanár és fotográfus fővárosunkról formabontó módon mobiltelefonnal készített felvételeit nagyította ki és hozta el a Kályha galériába, amelyet Szőke András Balázs Béla díjas filmrendező, színész, humorista nyitott meg. Merze Gábor Albertfalván élt, innen is ismerjük egymást, és vett részt a kerület kulturális életében, szervezte is a kulturális életet, hiszen itt is dolgozott, de ilyen módon és ma újra visszatérvén a kerületbe is, és egyből Albertfalvára újra részese lesz Újbuda kulturális életének. Most már budapesti képekkel jött elő, tehát egy tágabb perspektívában mutatja meg a városunkat. Ezek a képek itt azok a arról szólnak gyakorlatilag, amerre járok, és amit úgy látok, és hát sajnálatos módon most bevallom, hogy ezeket gyakorlatilag nem fényképezőgéppel csináltam, hanem telefonnal, mert az embernek mindig nála van a telefon, és hát mondjuk látszik is sajnos rajtuk egy-két képen, amikor kinagyítjuk, akkor kicsit pixeles lett, de ad egy bájt is ennek a képnek, szóval ad egy kis ejtelmességet ez a fajta technika. Mindig arra hivatkozom, hogy ez csak egy próbafelvétel, és akkor jövök a gép, és utána lefotózom ugyanazt még egyszer rendesen. De mire odaérek a géppel, egészen másképp néz ki a hely, mások a fényviszonyok, a szobor is arrébb mentek kicsivel, vagy nincs ott a két gyerek, aki miatt érdemes volt lefotózni, hát így maradtak ezekkel a telefonnal. A valóság krónikása akar lenni. Ez a valóság most jelen esetben a gyönyörű fővárosunk, és ezt a valóságot a maga sajátos művészi eszközeivel igyekszik minél közelebb hozni a számunkra, és azt hiszem, hogy egy csodálatos képsorozatot láthatunk, úgy, ahogy még eddig ezt nem sikerült megragadnia senkinek. Akkor nagy szeretettel fogadják ezt a csodálatos helyszínt, aminél nem tudjuk megállapítani, hogy a 60-as években milyen párbeszédek zajlódhattak, hogy itt lehetette függöny, hogy ebbe a cserépkájában mi történhetett a lakórészbe. Most itt vagyunk, tehát ezennel itt a láthatatlan függöny. Széthúzom Gábor történetét pedig a kiállítással. Megnyitom, és kérem a jó Istent, hogy mindig ilyen csodálatos kiállítások legyenek itt. A humorban és vidámságban is gazdag megnyitó legszebb pillanatairól a Helyi Érték című műsorunkban láthatnak bővebb összefoglalót.